tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és nyújt be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és ma egy iszonyatosan nagy, hogy mondjam, csak idézőjelbe vett, sőt, nem is annyira idézőjelbe vett sztárparádéval készülünk, ugyanis, hát, hogy is mondjam csak, négyen leszünk ma ebben a műsorban, ami, hát nem tudom, hogy valaha volt-e már erre példa, talán igen, de minden esetre az biztos, hogy nem túl gyakran. Szóval a műsorunkban, most először tételesen felsorolom, hogy mi minden lesz. Először Detreurs Hunorral beszélgetünk, ugye Detreurs egy a Heidelbergi Max Planck Csillagászati Intézetben a James Webb űrtávcsőnek az európai elektronikai vezetője, így már 14 éve dolgozik a projekten. Bizonyára mindenki hallott a James Webb űrtávcsőről, hogyha máshonnan nem, akkor épp a Szokolébresztőből, hiszen decemberben már őrs vendégünk volt, akkor még a start előtt. Most el fogja szépen mondani nekünk, hogy mi is ez az űrtávcső, és mi történt vele azóta, hogy elindult az űrbe, mert ott aztán minden nap voltak izgalmak. Röviden beszámolunk erről. Utána felvételről kapcsolni fogjuk Szalai Tamást, aki az egyik olyan csillagász, aki hasznot fog húzni ebből az űrtávcsőből, hiszen több pályázatot is nyert, ami arra vonatkozott, hogy ki használhatja a James Webb űrtávcsövet, vagyis távcsőidőt kapott a James Webbre. El is fogja mondani, hogy miről. Aztán már is itt van a stúdiónkban Pál Andris, aki szintén azzal büszkélkedett, hogy egy újabb műholdat gyötörtek fel a föld körüli pályára, ami még vissza is pittyeg, ugye? Így igaz. Ezért aztán tulajdonképpen azt mondhatjuk el, hogy remekül működik az is. Na, szóval itt aztán lesz mindenről szó. Ja, és meg én is itt vagyok, Dr. MZ per X. Na, először is tehát ezt kérdezném meg, hogy Őrs, itt vagy-e a vonalban? Én itt vagyok. Hallottok. Nagyszerű, igen, tökéletesen hallunk, ami egészen meglepő, mert eléggé nehéz volt veled kapcsolatot létesíteni. Remélem, hogy nektek könnyebb kapcsolatot tartani a James Webb űrtávcsővel. Légy szíves, pár mondatban foglaljuk össze, vagy foglald össze te, mint a legavatottabb ember, hogy mi a James Webb űrtávcső, és mit művelt azóta, hogy a tavalyi év karácsonyán elindult a célállomása felé, ahova már oda is ért a Földtől 1,5 millió kilométerre, és meglátta-e már a napfényt? Ó, nem, az gáz lett volna, bocs, reméljük, sosem látja meg a napfényt, de hogy meglátott-e már valamit. Na, mi a helyzet a James Webb-ben? Na, tehát nagyon-nagyon dióhéjban, tehát a James Webb az a Hubble utódja, lehet így mondani, a Hubble az ugyebár az egy főleg vizuális, tehát a te szemeddel is látható fénytartományban működött. Én azért mondom, hogy főleg, mert egy picit látott infravörösben, picit látott UV-ban, és ugyebár az utóbbi, nem is tudom, 30, több mint 30 évben ez volt a NASA, ez a stb. Szuper missziója, és hát a James Webb lesz a, vagy ilyet nem lesz a, már a következő ilyen szuper misszió. Neked is nehéz róla jelen időben beszélni, lássuk be. Igen, 14 év után. 14 év olyan periódus után, amikor így megkérdezték tőlem azt, hogy mind is dolgozom, mert hallottuk valami érdekeset. James kicsoda? Na, ez hál' Istennek ez most már azért ismert. És ugyebár lehet úgy mondani azt, hogy a Hubble az mindent megtudott az univerzumból ebben a látható fénytartományban, és ezért a nagy kérdések, csillagászat nagy kérdései inkább infravörösbe tolódtak át, ott vannak olyan dolgok, amiket eddig nem láttunk, és hát ő egy infravörös teleszkóp, ami nem teljesen igaz, mert valójában egy picit lát még a vörös színben, amiben mi is, és onnantól kezdve a közel és a közép-infravörös tartományban mint egy valójában, mint hogyha a hűt látna, és éppen ezért, mert hogy ő infravörös teleszkóp, ezért nagyobbnak is kell lennie bizonyos dolgok miatt, amiből most nem térünk ki,
és ő egy 6,5 méteres teleszkóp, míg a Hubble az hát idézőjelbe téve csak 2,4 méteres volt, ő ennél sokkal nagyobb, éppen ezért sokkal érzékenyebb is. És, igen, hát ugye a Hubble-nek be kellett férni a Space Shuttle rakterébe, a tieteket viszont horrorisztikus módon ki kellett hajtogatni. Hát, miénk az nem tért be, ezért össze kellett hajtogatni jobb híján, és hát ezért is hívták New Generation Space Telescope-nak annak idején, mielőtt átnevezték volna James Webb-nek, mert hogy ilyet még soha nem csináltunk. És hát több mint 25 év kellett a kifejlesztéséhez, amit fogalmazzunk át úgy, hogy kicsit jobban érthető legyen, negyed évszázad. Tehát ez így egy kicsit jobban megüt a szám, ugyebár. És mit kellett elérni? Tényleg azt be kellett hajtogatni minden egyes részét, sőt, még a főtükrét is, amit utána hát ki kellett nyitni méghozzá optikai pontossággal, körülbelül 50 nanométeres pontossággal az egy ezrede körülbelül a hajszálnak. Hát ezek hatalmas nagy technikai kihívások. És most már mindezen túl vagytok, ugye? Tehát elmondhatjuk, hogy ez a sok brutális elsőség, ez megvan, kinyílt a tükör. És mi történik manapság, mostanság vele? Vegyük sorra. Vegyük sorba. Jó, oké, végül is egy hónapot el kell mesélned. Igen, igen. Tehát a legelső kritikus lépés az a nappajzsának a kinyitása volt, ami körülbelül egy olyan teniszpálya méretű. Miért is kell a nappajzs? Azért, mert ez egy infravörös teleszkóp, és nem szeretnénk, hogyha a saját hű sugárzása az elvakítaná a detektorait, ezért le kell hűteni. És méghozzá olyan, hát 50 Kelvinre az ilyen mínusz 223 Celsius fok lesz a hőmérséklete, szépen lassan hűl, sőt nem is lassan, az a jó hír, hogy gyorsabban hűl, mint a modellek, a modellszámítások, és a MIRI, ami az egyetlen infravörös műszer, amin én dolgozom, ő neki 7 Kelvinre kell lehűlni, az a mínusz 266 Celsius fok. És hát nagyon tehát sikeres volt. Szilveszter környékén nyitották, hát gyakorlatilag január elejéig nyitották ki a nappajzsokat, feszítették ki, ez egy ilyen ezés színű fólia, Captain fólia, ami visszaveri a napnak a fényét, és így engedi passzívan szépen lassan lehűlni az egész teleszkópot. És hát utána, amikor ez sikeresen megtörtént, és kifeszítették mind az 5 fóliát, akkor lehetett neki kezdeni a középső boomnak hát olyan, mintha nyakát kihúzták volna, azt így szépen kihúzták, majd a főtükörnek a két fülét, mondhatni fülét, azt így kihajtották, és ami most kezdődik, az egy 3 hónapos hosszú-hosszú procedúra. Ez ugyebár nem egy, mivel hogy nem is három részből, tehát nem csak a két füle is és a feje van a főtükörnek, hanem 18 darab hatszögű szegmensből áll, és mind a 18-at azt lehet 7 különböző irányban, 3 irányba forgatni, 3 irányban mozgatni, sőt, még a 7. az, hogy egy picit meg is lehet feszíteni, hogyha a fókusz távolságát a tükörnek szeretnénk állítani. Na ez, hogy mind a 18-at beállítsák, ez egy több hónapos procedúra, és ennek a végén lesz majd az, hogy egy egységes sík, vagy egy egységes tükör lesz a 18 darab kis szegmensből. Ezt kezdték el. De hát akkor ez azt jelenti, hogy már jönnek be a fotonok, ugye? Mert nyilván máshogy nem lehet a tükör leképezési hibáit korrigálni a feszítgetéssel, mint hogy a távcsőnek, akkor ehhez gondolom én józan paraszti észre, hogy már látnia kell valamit.
Igen. Hát most nekem is folyamatosan olvastam kell a hivatalos blogot, azt, hogy mit mondhatok el. Ja, ezért te nem vagy alkalmas vendég, mert te nem tudod, hogy miről beszélhetsz, és miről nem. Behívnánk az utcáról egy blogolvasót, vagy egy csillagászat.hu olvasót, az legalább biztos nem árul el titkokat. Igen, na jó. Nagyon gyorsan bele lehet futni, sajnos, azt a személyes beszélgetéseinkben igen. volt, hogy belefutottam. Na, ezt már nem ezt nem kellett volna. Igen, tudom. Most egy kicsit jobban vigyázom, mert hogyha jó, hát jól, magyarul jól, mondjuk. Többen vagyunk, mint négyen. Igen, igen. Jó. Na, tehát igen, megérkeztek az első fotonok, az azt jelenti, hogy a NIRC-em az egy a naphoz hasonló csillagot néz, ami relatíve közel van 258 fényévre lévő csillagot néz. Miért ezt választották? Ez egy fényes csillag, és a környezetében nincsen más. Most, amit a NIRC-emesek láthatnak a detektoraikon, az 18 darab csillag, ami mind a 18 ugyanaz, mert mind a 18 szegmens most még egy kicsit bandzsán más-más irányba néz, és ebből lesz a végén majd az, hogy a 18 darab csillagképet, ami mondom ugyanaz, az szépen lassan egy csillagba húzzák össze. Aha. Egyébként ajánlom a James Webb blogját, ott ezt el is magyarázzák. Uh-huh. És akkor ezek szerint ez a fázis zajlik most. Ez az összehúzás. Hát ez nagyon jó. Oké. A ti eszközötök, amiről meg azt mondtad, hogy ugye 6 kellőjére le kell hűteni, az meg nyilván kell, annak még van ideje, mire lehűl, tehát az... Igen, a mi first light-unkra még várni kell. Most még teljesen értékelhetetlen lenne, hogyha bekapcsolnánk a detektorinkat. Még más detektoraink is vannak, mint a másik három közel infravörös tudományos műszer. Erre sajnos még egy picit várni kell, olyan nyár, koranyár környékén. No. Viszont, ami nagyon jó hír, az, hogy most már végre elmondhatom, hogy a mi műszerünk volt az első, amit bekapcsoltak december legvégén, vagy január elején, már nem is emlékszem, és ez sikeres volt. És erről eddig nem beszélhettél. Eddig erről és nem, akkor ott vigyorogtál az összes buliban, ott vigyorogtál, hogy mint a vadalma, és amikor igen. megkérdezték, hogy Őrs, te miért vigyorogsz, azt mondtad, hogy ha elmondanám, meg kellene, szép hogy jöjjelek. Ja. Ilyesmi volt, igen, a standard. Hát nagyon, nagyon gratulálok. Na, az egyik olyan ember, aki nagyon várja a Miri First Light-ját, az Szalai Tamás. Mindjárt meg is halljuk, hogy miért. Vele beszélgettem egy jót, ezt most konzerv formájában le fogom játszani. Figyeljetek csak. Igen, és most itt van velünk a Skype vonal túlsó végén Szalai Tamás, aki a Szegedi Egyetem fizikai intézetéből, azon belül is a kísérleti fizika tanszékről csatlakozik a műsorhoz, ahol ő adjunktus, és hát lényegében talán nem túlzás azt állítani, hogy a James Webb távcsőidő pályázók közül Magyarországon talán te vagy a legsikeresebb, majd mindjárt elmondom, hogy ezt miért gondolom, aztán majd megcáfolhatsz, de minden esetre a számok alapján nagyon úgy tűnik, ugye 2020 őszén jelent meg egy pályázati kiírás, mire a világ minden tájáról 1170 megfigyelési javaslat érkezett be, hogy mire lehetne használni ezt az űrtávcsövet, amiknek körülbelül a negyede zöld utat is kapott, és a nyertesek között természetesen nem meglepő módon magyarokat is találunk. Így például meg kell jegyeznünk, hogy a Pál Andris munkahelyén, vagyis a Csillagászati Intézetben, a Konkoly Intézetből is ott van az Ábrahám Péter vezette csoport, akik pont a Detre őrsféle Mirire kapcsolódó spektrográffal végeznek majd méréseket. Na de itt van Szalai Tamás, aki, mint mondtam, a Szegedi Egyetem kutatója, aki 4 nyertes pályázati projektben is részt vesz, ráadásul az egyiknek a társtéma vezetője, szóval ezúton is gratulálunk. És akkor persze rengeteg kérdés van. Az egyik az, hogy hogyan zajlik egyáltalán egy ilyen pályázat, a másik meg nem túl meglepő módon az lesz, hogy mire kaptatok távcsőidőt, és mi a tudományos kérdés. De kezdjük talán az elején ezzel a pályázati rendszerrel. Hogy kell egy ilyet elképzelni? És köszöntöm én is a hallgatóságot, és köszönöm a kedves felvezetést.
Nos, ezt a pályázati rendszert alapvetően úgy kell elképzelni, mint ahogy már egyébként régóta más űrtávcsövek és földi eszközök esetében is zajlik ez a dolog. Tehát igen, alapvetően nyitott pályázati lehetőségről van szó, a világ bármely részéről bárki pályázhatott erre a James Webb űrtávcsőidőre. Ugyanakkor nyilván mindenki érzés, hát ezt hozzá kell tenni, hogy itt azért akkor volt igazán esély, hogy ha tudományosan rendkívül megalapozott a James Webb-nek a műszerezettséghez, érzékenységéhez rendkívül módon igazított, és hát úgy mondjam, a nagyközönség számára is érdekes eredményeket lehet hozni, hiszen ezt már korábban az űrtávcső indítása előtt nagyon sokszor kihangsúlyozták, hogy itt olyan dolgokat kell aztán produkálni, hogy abszolút senki ne érezze úgy, hogy ez a 10 milliárd dollár, ez nem volt egy megfelelő. Ez nagyon érdekes, ez egyébként a korábbi, mondjuk a Hubble távcsőidőknél is egy szempont volt ez, vagy... Hát ott sem volt elhanyagolható szempont, de azért ennyire nem hangsúlyozták ki. Nyilván azért ez attól függetlenül, hogy a menedzsmentnek egy ilyen kinyilvánított kívánsága volt, azért abszolút tudományos, sőt, talán minden eddiginél tudományosabb alapon zajlott a pályázatoknak az értékelése. Ezt mi sem jelzi jobban, hogy ez volt az első alkalom egyébként, hogy az úgynevezett kettős vakmódszert alkalmazták, tehát nem csak, hogy a pályázók számára voltak a bírálók névtelenek, hanem fordítva is, tehát jelen esetben a bírálók, az értékelők nem tudták, hogy kinek a munkáját értékelik. Ebben egyébként aztán mindenfajta statisztikákat is csináltak, hogy ennek hatása elmozdult egyébként az életkor, az átlag életkor kicsit lefelé, kicsit nőtt a diverzitás, tehát például több nők. Ez nagyon jó, tehát nőtt, mert én pont azt gondoltam, őszintén szólva, hogy ez egyébként csökkenti a diverzitást, a double blind valami, hiszen nyilván ilyenkor azt hinné az ember, hogy akkor mégiscsak az rajzolódik ki, hogy a néhány top kutatóhely, vagy top kutató ország felülre a reprezentálva, hiszen ezt pont az ilyen mesterséges diverzitás növelő intézkedésekkel szokták ellensúlyozni. Tehát például, amikor én egy folyóiratban szerkesztő vagyok, kifejezetten ki van adva, hogyha lehet, figyeljek arra, hogy a világ minden tájáról legyenek beérkező cikkek. Na de hogyha double blind lenne, akkor nyilván ez nem lehet, úgyhogy nagyon örömteli, hogy ez növelte a diverzitást. Ez tök jó. Igen. Most nyilván azt azért ezt úgy kell érteni, hogy szerintem ez inkább az amerikai intézmények közötti diverzitás növelte talán. Tehát azért látni kell, hogy a legtöbb pályázatot abszolút mértékben amerikai és amerikai kontribúcióval készült anyagok tették ki. Tehát mindegyik olyan pályázat, amiben én is például benne vagyok, az mind-mind amerikai alapú pályázat, tehát a legtöbb benne szereplő kutató az amerikai, ráadásul tényleg az a top intézményekből. De itt azt lehet mondani és látni is, hogy tényleg az 1170 pályázat igen nagy része az top intézményekből, top intézmények bevonásával készült. Tehát ezt mindenki érezte, hogy itt tényleg csak akkor van esély, hogyha valami nagyot mond az ember, és azért nagyot mondani, csak komoly megalapozottsággal lehet. Ami viszont egy nagy pozitívum, legalábbis számomra mindenképp, hogy ilyen együttműködésekben, ilyen fajsos intézményi konzorciumban úgy tűnik, hogy Magyarországon is be lehet kerülni, Szegedől konkrétan. Tehát, hogy amellett, hogy az egyik pályázatnak én társadalmazatője vagyok, amellett a 6 más, tehát összesen 6 pályázatunk volt, az 5 másikban meghívott tag voltam, tehát úgymond konkrétan engem kerestek, hogy akkor nincs-e kedvem részt venni, és itt abszolút nem volt negatívum, hogy én mondjuk egy kis közép-európai országból. Várjál, de akkor te fantasztikusak vagytok, mert ugye 6 pályázatból 4 sikeresnek bizonyult, és ehhez képest az 1170-nek viszont a negyede kapott zöld utat, ami azt jelenti, hogy ti masszívan felül teljesítitek a véletlen kiválogatással várható értéket. Igen, ezt mi is így éreztük, hát már akkor rendkívül boldogok lettünk volna, hogyha 6-ból akár csak egy is nyer. Aha. Úgyhogy ez a 4, ez abszolút hatalmas öröm volt mindannyiunknak. Amellett persze, egy pályázat, amit elbírálnak, és kész, vagy ez egy több fordulós valami? Egy forduló van. Aha. 2020 novemberében adtuk be ezeket az anyagokat, és 2021 március legvégén jöttek az értesítések. Nyilván maguk az értékelések azok
feltétlenül több körösek, meg ilyen panelekre és különböző bírálókra, bíráló csoportokra osztott módon zajlanak, de a végén egy körben hirdetnek eredményt. Sőt, még ezt is mostanában tették közzé, hogy az se biztos, hogy az összes nyertes pályázat az első tudományos ciklusban kerül megvalósításra, mert még ez a idézelben csak 25%-nyi nyertes anyag is, hát igazából több, mint amennyi a rendelkezésre álló távcsőidő. Igen, és egy tudományos ciklus az mit jelent? Egy évet tulajdonképpen? Vagy hogy... Alapvetően igen, tehát az az eredeti elképzelés, mint egy ez a korábbi eszközöknél is volt, hogy bő egyéves ciklusokra pályázunk, méghozzá ezt úgy kellett megtenni, hogy azt is lehetett tudni, hogy az indulás után fél évvel indul el az első tudományos szakasz, ha minden rendben van, tehát most a 2021 karácsony indítással ez 2022, tehát az idei év júniusára várható, és akkor onnan számolódik ez az idő. Úgyhogy a következő ciklusra, majd várhatóan a 2023 nyári őszi kezdéssel lehet majd pályázni. Na, hát ez nagyon jó. És egyébként arra is van tervetek, vagy most leálltok ezzel? Nyilván szeretnénk majd új pályázatot is beadni, de hát elsőre most az a legfontosabb, hogy ezt most nagyon jól teljesítsük. Ugye itt nem ülhetünk a babérjainkon, hogy na hurrá, akkor most megvan az idő, és minden rendben, mert ez egy nagyon komoly előkészületeket igényez ez a dolog, tehát nagyon sok modellezést, nagyon sok ilyen egyéb dolgot előre meg kell csinálnunk, hogy majd mire az adatok beérkeznek, arra már úgymond készen álljunk. Nyilván az se egy feltétlenül jó stratégia, amit néhány kutatócsoport így a folyosói pletykák alapján követ, hogy már kész is vannak a cikkek, meg vannak írva, és már csak arra várnak, hogy bejelentessék az adatokat, és super nature, de tehát nyilván azért kell előkészületeket tenni. És ebben egyébként azt kell mondani, hogy rendkívül professzionális háttértámogatást kapunk, mint kutatók. Tehát a Space Telescope Science Institute, az STSCI, akik menedzselik ezt a küldetést tudományos szempontból, tényleg hihetetlen profi keretrendszer tett emögé a dolog mögé. Tehát mind az adatfeldolgozás, mind az adatoknak az értékelése, műszereknek a leírása mind elérhető. Nagyon transzparens ez az egész dolog, nagyon sok segédlet van, az egész adatfeldolgozás és értékelésének szimulációs procedúra az mind Python nyelven lett átültetve, és ez mindenfajta ilyen Python notebookok, meg ilyen nagyon vizuális szempontból is jól követhető segédanyagok vannak. Hát ez nagyon jó. Hát ez fantasztikus. Hát még egyszer nagyon gratulálok, és hát várjuk. Ezek szerint ugye nem lehet tudni pontosan, hogy melyikkel, meddig kell várni. Nyilván így van. Tehát majd egyszer csak kapsz egy e-mailt, hogy megjöttek az adatok, mert lemértük. Most azt mondták egy-két hete, hogy áprilisban várható az az egyeztetés, hogy na akkor konkrétan az egyes pályázatoknak, az egyes csoportoknak, az egyes mérései várhatóan ekkor fognak megtörténni. Minden egyes projekt egyébként kapott egy kapcsolattartót, tehát van egy külön kijelölt kapcsolattartónk, akivel adott esetben még áprilisig meg lehet beszélni, hogyha valami apró módosítást szeretnénk mondjuk a mérésekben eszközölni, de április után már valószínűleg nem, tehát áprilisban szeretnék véglegesíteni az első ciklusnak a menetrendjét. Na hát nagyon köszönhet, szóval akkor értik, hallgatók is, meg most már én is, hogy ez hogy működik, na de hát az adminisztratív borzalmakról, amik ez esetben nem is olyan borzalmasak szerencsére, mert jól olajozottnak tűnik a rendszer, de az adminisztratív dolgokról ennyi elég is, és akkor nézzük magát a tudományt, tehát ugye 4 pályázatot összefoglalni mondjuk 10 percben, az azért az kemény dolog. Azt látom, hogy a téma, mintha minden téma valamilyen módon a szupernovákhoz kapcsolódna, ami a te esetedben persze ez nem is meglepő. De hát most akkor átadom a terepet, hogy foglalod össze a hallgatóknak, akik ugye laikusok, meg engem is nyugodtan tekinthetsz annak, hogy mik ezek a projektek, ugye, amikről ugye mondtad, hogy eleve egy szempont volt, hogy a nagy közönséget is lázba hozza. Úgyhogy most akkor hozd a légy szíves lázba a nagy közönséget. Igyekszem. Így van, tehát mindegyik pályázat a szupernóva robbanásokhoz, vagyis bizonyos csillagoknak a hatalmas energiakibocsátással járó végső pusztulásukhoz köthetők. Az, hogy ez miért annyira lázba hozó téma, jelenleg azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy egyáltalán a kémiai elemek nagy része kialakulhatott a világegyetemben, az ilyen csillagrobbanásoknak köszönhető, és ráadásul nem csak a kémiaelemek kialakulásáról, azoknak a világegyetemben, ugye, adott galaxisokban való szétszóródásáról is szó van.
Tehát például, amikor a naprendszer megszületett, és kialakultak a bolygók, akkor a bolygók anyagába eleve olyan kémiai elemek is beépültek nagy számban, amik egyszer egy csillag belsejében voltak, és egy robbanás által jutottak ki a csillagközi térbe. És nem csak a bolygók anyagában, hanem hát úgy veszük, a mi testünk anyagában is ilyen atomok, ilyen alkotó részek vannak, tehát mindannyiunkban vannak ilyen anyagok, amik egyszer egy csillag belsejében anyagában is ilyen atomok, ilyen alkotó részek vannak, tehát mindannyiunkban vannak ilyen anyagok, amik egyszer egy csillag belsejében voltak. Szerintem ez azért nem hangzik olyan rosszul. Tudományos szempontból emellett, különösen a mi témáinkhoz kapcsolódóan a másik fontos dolog, mint az ilyen csillagrobbanásokban nem csak kémiai elemek, hanem porszemcséknek a keletkezését is feltételezzük, tehát szilárd fázisú, a gázanyagból kikondenzálódó szilárd fázisú porszemcséknek a meglétét. Ezeket úgy kell elképzelni, mint a földi porszemeket, tehát ilyen szén vagy fémoxid, egy szilikát alapú porszemcsék, amiből nagyon sok van, meglepően sok van a világűrben, és ezek is bizonyos folyamatokon keresztül a bolygó keletkezésnek nagyon fontos összetevét jelentik. Tehát jelenlegi tudásunk szerint a Föld maga is ilyen apró porszemcséből kezdett el összeállni és kialakulni, és hát úgy tűnik, hogy ezeknek a porszemcséknek is lehetséges forrásai között bizony ott vannak a szupernova robbanások, de az, hogy konkrétan hogyan keletkeznek a csillagrobbanások után, esetleg előtt vagy közben ilyen porszemcsék, az nem teljesen világos, és ennek a kérdésnek a megválaszolására a James Webb az egy tökéletes eszköznek tűnik, hiszen az infravörös tartományban, amiben az űreszköz dolgozni fog, ebben a kérdésben tudjuk a pornak például a sugárzását, vagy a szupernova által keltett sugárzásnak a porszemcsékről való továbbvitelét érzékelni, méghozzá olyan érzékenység, olyan felbontásra, amire soha semmilyen eszköz egyáltalán még a közelében sem volt képes. Tehát tényleg azt reméljük, hogy erre a kérdésre például választ kapunk, hogy na, Föld születéséhez szükséges anyagok keletkezhettek ilyen csillagrobbanásokban. Hát ez rendkívül érdekes. Most elkezdtem ezen gondolkozni, hogy van nekünk egy kevesebb, mint 14 milliárd éves univerzumunk, és van egy mondjuk nagyjából 5 milliárd éves naprendszerünk, amiben vannak nagyon is bolygók, de ahogy mondtad, hogy ahhoz, hogy ezek a bolygók, például a vasnál nehezebb elemek, meg ez a por, amit mondasz, ami ezek szerint végül is szupernova termék, maga a kozmikus por is, ahhoz, hogy ezek meglegyenek, amikből mi magunk vagyunk, meg amikből a bolygónk van, ugye ehhez kellett, hogy legyen egy korábbi csillaggeneráció, ami már szupernovaként végezte a dolgát. Most ha megnézem, hogy ez a naprendszer 5 milliárd éves, az egész világegyetem 14 milliárd éves, akkor marad 9 milliárd év, ami nagyjából összemérhető egy csillag életciklusával, nem? Tehát, hogy nagyjából ilyesminek tippelünk. Ugye a napra azt szoktuk mondani, hogy kb. 10 milliárd éves. Nyilván van nagy csillagok, amik hamarabb elpöfögik az üzemanyagot. De akkor lényegében abból, amit fölvázoltál, az következik, hogy a Földnél sokkal régebben nem is keletkezhettek például bolygók, igaz? Hiszen nem volt még miből. A legelső csillagok ugyanis felrobbanását, azt minimum meg kellett vele várni. Ezt jól értem? Igen, tehát hogyha a most ismert csillagokból indulunk ki, akkor ez abszolút helyes kép. A helyzet viszont az, hogy vannak olyan feltevések is, hogy a világegyetem első galaxisaiban először létrejövő csillagok különbözhettek a mostaniaktól, esetleg sokkal nagyobb tömegűek lehettek. A konzervatívabb becslések ilyen 100-150 naptömegnyi csillagokat feltételeznek, de vannak kevésbé konzervatív becslések, amik akár 1000 vagy több 1000 naptömegnyi csillagokat is spekulálnak, és feltételeznek. Ha ez így volt, akkor például a legelső csillaggenerációnak a szupernová válása az sokkal rövidebb idő is elég lehetett, tehát akár néhány 10 000 év, ami, hogyha főleg nagy számban voltak ilyen ezek az ősi csillagok, akkor relatíve gyorsan vezethetett ilyen korai bolygó kialakulásra, vagy legalábbis azoknak a csillagszülő felhőknek a kémiai elemekkel, megfelelő kémiai elemekkel való feldúsításához. A James Webb másik fontos tudományos prioritása pont ez lesz, hogy a világegyetem első galaxisairól és első csillagairól próbáljon információkat gyűjteni, ami ez szintén az infravörös tartomány tűnik egy ideális választásnak, mert ezek ugyan
saját sugárzásuk által inkább optikai vagy ultraibolya tartványban lehetnének érzékelhetők, de mivel hatalmas távolság, ugye nem távoli múltban vannak tőlünk, ezért a univerzum tágulása következtében bekövetkező hullámhossz változás az infravörös tartományba tolja innen a Földről nézve ezen csillagoknak a sugárzását is. Hú, hát ez nagyon érdekes. Tehát akkor meg lehet mindezt tanulni, hogy hogyan keveredett ide ez a sok minden, ami körülvesz minket, például a Föld vagy mi magunk. Hát igen, ez valóban olyasmi, ami teljes joggal hozza lázba a nyilvánosságot, és hát nagyon köszönöm az összefoglalást, rendkívül érdekes. Természetesen mondanom sem kell, hogy elvárunk a műsorba, hogyha szépen lassan elkezdenek majd csordogálni a tudományos eredmények mindebből. Köszönöm szépen, élni fogok a meghívást. Őrs azt mondta, hogy 20 évnyi üzemanyag van a James Webb űrtávcsőben, úgyhogy ez azt jelenti, hogy igazából szerencsére úgy tűnik, hogy lesz még itt lehetőség bőven. És ilyen pályázati sikerességi arányjal pedig nagyon sok nagy felfedezés jöhet ki majd a ti műhelyetekből, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, és további sikeres kutató munkát kívánok neked, nektek. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Tehát Szalai Tamást hallhattátok, aki Szegedről jelentkezett be, ahol még egyszer ő a Szegedi Tudományegyetem Fizika Intézetében a Kísérleti Fizika Tanszéken adjunktuskodik, és mint hallhattuk, 4 nyertes pályázatban is benne van az egyikbe társtémavezetőként, amely majd a távcsőidőt, amely távcsőidőhöz juttatja majd őket ezzel a csodálatos James Webb űrtávcsővel, amiről őrsebb beszélgettünk az előbb. Na de itt van teljes valójában a stúdiónkban Pál Andris. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na az, ugye a James Webb volt kb. A tavalyi év startja volt a tavalyi év egyik utolsó körömlerágós üreseménye. Most minden számunkra viszont az idei év első. Egyik első startja. Ez jó kérdés, lehet, hogy ez volt az első. Nem tudom, annyi szemetet küldünk föl, hogy már senki se tudja követni, komolyan. Ráadásul... Lehet, hogy erre... Na most, amíg ezt megnézed, van erre valami frappáns megjegyzés? Ó, persze, hogy... Hát, erre ne lenne. Na, szóval elmondom addig tehát, hogy akkor már mindenkit bemutatom. Második! Második start idén. Második Nagyon volt. Jó. Tehát a második start keretében pályára került ugye az a műhold, amiről Werner Norbival beszélgettünk már a 2 héttel ezelőtti adásban, amit ugye, hát mi úgy mondunk, hogy Vzluszat 2, de meg hallottam, hogy a Norbi ezt úgy mondja, hogy Vezetelúszat 2, mert az Z, tehát ugye a Z-t biztos a csehk is úgy mondják, hogy Z, tehát ez a Vezetelú, ez valami. Hát igen, mert különben túl sok lenne benne magánhangzó. Ja igen, így van. Störspörszkörszkörk. Na, oké. Tehát a lényeg az, hogy pályára állt ez a cseh műhold, mindenféle viszontagságok árán, de amikor a 2 héttel ezelőtt bejelentkeztünk, akkor még azt nem lehetett tudni, hogy működik-e, mert akkor még benne volt ebben a fokozatban, amiből aztán kilőtték. Hát igazából ez egy másik műhold valójában. Ja, nem a legfelső fokozata, ami kipöccinti, hanem ez kipöccinti egy nagyon műholdat, amire ugye azt lehet mondani, hogy kb. Akkor, mint egy mosógép. Aha, és, rengeteg másik kis műhold, például ez is. Például. És akkor ez is szépen pályára állt. Na most akkor itt voltak ilyen érdekes dolgok valójában, és már ott indultak az izgalmak, hogy ugye az eredeti kipöccintésnek az ide az január 31-ére volt beidőzítve, és akkor 24-én, 25-én szóltak, hogy hoppá, hát nem, hát ez valójában inkább holnap lesz, vagy holnap után, hogy előre hozták 26-ára, úgyhogy jaj, de izgalmas. Úgyhogy aha, ez már úgy indult, és ráadásul úgy is, az is volt egy ilyen érdekesség a dolognak, hogy a délelőtti órákban volt ütemezve az a kipöccintés, még a napos oldalon, oké, akkor tesz egy kört, rögtön utána az árnyékos oldalról kijön, akkor itt fog elmenni Európa fölött, és akkor már tudjuk venni, és akkor de jó lesz. És akkor kiderült, hogy azt is elhalasztották,
Na, azt viszont halasztották, nem korábbra hozták, hanem halasztották. Igazából csak néhány keringéssel, tehát nem volt annyira vészes, délután 4, viszont akkor a műhold az nem járt fölöttünk. És akkor az kérdés az volt, hogy na, akkor hogyan tudjuk meg, hogy egyáltalán pittyege, hogy van-e telemetria. Tehát már ez is önmagában egy ilyen érdekes kérdés volt, de végül sikerült, tehát megtudtuk, hogy van telemetria, oké, nagyon fasz, akkor annak örülünk, és akkor este végül az esti átmeneteknél sikerült vele interaktálni. Na, de a többes szám első személy az arra vonatkozik, hogy végül is, hogy ti, mint Vzolusat 2 fejlesztő csapat, vagy ti, mint piszkéstető műholdakat hallgató emberek, vagy mindkettő? Így ebben a sorrendben, de valójában egyik sem. Tehát, hogyha úgy veszük, hogy egyik sem. Van egy ilyen nagyon jópofa, világméretű műholdvevő hálózat, rádióamatőrök, műholdasok üzemeltetik, különböző frekvenciasávokon üzemelő állomás van, most nagyjából kb. 300, nagyságrendileg 300 aktív állomás, leginkább ugye VHF meg UHF sávokban, ugye ezek a műholdak szeretnek pittyegni, és mi is üzemeltetünk olyan állomásokat, ami része ennek a hálózatnak, és úgy cserébe mi is elő tudunk jegyezni méréseket más állomásokon. Egyébként a vezetőlősök is üzemeltetnek ilyen állomásokat, úgyhogy tulajdonképpen így bárki, aki így kapcsolatban áll velünk, az elő tud jegyezni méréseket, és akkor előjegyeztünk egyet a kipöccintés után 20 perccel kb. Ugye a kipöccintés, amikor ugye a carrierből elválta maga a műhold, az valahol az Dél-Amerika... Igen, volt az már csendes is, Dél-Amerika déli csücskétől nyugatra. Aha, tehát, az a jó az ember, amikor egy műholdas dolgokat csinál, hogy rájön, hogy olyan helyek is léteznek a földön, amire nem is gondolnánk, hogy létezik. Tehát ez ilyen nagyon vicces, nincs ott semmi, na pontosan ott. Igen. És akkor ugye a műhold az átrepült szépen a Antarktisz alatt, vagy fölött, vagy nem tudom, hogy ilyenkor ezt hogy lehet mondani. Átrepült nagyon, oké. Teljesen remény, és akkor kijön ott Ausztráliának a nyugati partjaitól nyugatra, viszont volt egy nagyon jó kis állomás, egy sima, nem forgatható, tehát minden irányból egyformán vevő kis antennácskával üzemelő, de egyébként nagyon jó hatékonysággal üzemelő kis állomás, úgy láttuk, hogy hát az ottan, az valószínűleg ott jó, csendes helyen van, nem nagyon zavarják más források, zavaró, mint olyan kaputávirányító, meg mikrosütő, meg ilyenek. Úgyhogy akkor ott előjegyeztük a méréseket, nagyon jó, és akkor onnan már lehetett tudni. És valójában csak az volt a kérdés, hogy most 20 perc alatt, vagy 25 perc alatt ér oda, mert ugye nem volt teljesen mindegy, mert kipöccintés után a műhold körülbelül 20 perccel aktiválódott. Aha. Úgyhogy, de akkor ott már megjöttek a telemetriák, akkor még csak annyit látunk, hogy van telemetria, de nem tudtuk kikódolni. Mert ahhoz pici volt az antenna, hogy az első forgatható antenna, ami már tényleg elég jó jelperzajjal vette a pittyegést, na az meg konkrétan Vietnámban volt. És ott is veszik és megosztják, és ott is, a népi demokratikus Vietnámban. Így igaz, és akkor már tudtuk, na jó, és akkor rendben van, és akkor azt már meg tudtuk várni ezt a 3-4 órát, amíg így Európa fölé jött, és akkor ott már lehetett vele interaktálni. És azt már vettük a Mátrából is, meg mindenhol, és akkor ott már szépen működtek a dolgok. Aztán azt spoilerezte a Norbi múltkor, hogy nem is egy, hanem 3 gamma detektorotok van a fedélzeten. Mi? Vagy nem? Mit értünk most akkor téper egyben? Na, akkor most akkor visszakérdezek. Detektorotok? Én téper kettőt mondtam. De igen, azt mondom, hogy fordítom téper egybe, hogyha engem kérdezel. Na ez az, hogy én úgy értettem, hogy az általatok készített a GRB alfán találhatóval azonos típusúból. Igen, na abból kettő. Kettő van, összesen 4 csatornával, tehát most 3 az úgy átlagosan egész jól kijön, de ez nem rossz. Meg hogyha összesen nézzük, hogy az űrbe hány van, akkor is kijön az a szám. Ja, értem, lehet, hogy így gondoltam, hogy egy a GRB alfán, kettő meg itt. Igen. Mert hogy egyébként meg a Vözölúszat 2-n azért vannak más nagy energiás detektorok is, röntgen, meg doziméterek is. Uh-huh. Viszont, hogyha meg azokat is összeadjuk, akkor összesen 4 vagy 5 jön ki. Tehát mondom, hogy nem rossz az a 3. 3 plusz-minusz 1 jó lesz. Sokkal több, mint 1. 1-2 sok. Igen. Aha. Igen. De és akkor ott mi történik? Már villant a gamma? Na, és akkor ott kezdődött a dolgoknak az érdekessége, hogy hát
Oké, először elkezdték tesztelni a műholdnak ugye a platform oldalát, hogy ott minden működik, mi is vettünk nekik egy csomó csomagot, és akkor abból kiderült, hogy oké, akkor alakulnak a dolgok, minden rendben van, van egy ilyen nagyon jó kis telemetriai dashboardnak nevezett kis oldal, ahol az ember látja, hogy egyrészt, hogy ebbe a versenybe úgymond, hogy ki tud minél több adatot venni a műholdról éppen kivezet, meg hogy konkrétan mik is ezek az adatok, tehát hogy mennyi a felsz, mennyi áram jön a napelemekből, mennyi áramot vesz fel a műhold, tehát az ilyen alapszintű adatokat, mekkora, milyen hőmérsékleti ingadozás vannak a műholdon, amik azért úgy nem árt tudni, az ember egyet klikkent, ott vannak ezek a grafikonok, lehet látni különböző időbontásban, nagyon szuper, de ettől függetlenül magukat a detektorokat, meg a kísérleteket külön kell éleszteni. Na, és akkor úgy volt, hogy hát kaptunk akkor mi is ugye lehetőség, hogy na majd valamikor február elején, közepén, akkor majd sor kerül ránk, és akkor de jó lesz. Na, és akkor ugye megint az történt, hogy ezt is előre hozták, és szóltak szerdán, hogy hát bocs, hát itt egy másik társaság az épp nem ér rá, és mi ráérünk-e. És akkor mindezt így szerdán, és akkor nagyon akkor kezdjük el csütörtökön a bulit, akkor elkezdtük tesztelgetni, és úgy szépen végigmentünk az alrendszereken, és akkor kiderült valójában, minden működik. Yeah. Úgyhogy tulajdonképpen ez jó, méregettünk is már egy adag, mondjuk úgy, hogy kalibrációs mérést, tesztmérést, bármi, de hogyha egyébként lenne benne gamma felvillanás, akkor azt is látnánk. Tehát, hogy alapjáraton ugye elkezdtük használni, eddig minden szuper, most töltjük le az adatokat. Úgyhogy jó, és akkor ez az egész ablak, úgymond, ez a kis kísérletezős ablak, ez tegnap estig tartott. Aha. Konkrétan. És azóta meg már nagy üzem van? Tehát most már Nem. Most azóta szépen le lett kapcsolva, aha, és most folytatják a többi. Ja, értem. Az is egy érdekes dolog, hogy van ezen a műholdon ugye 6 kisebb kísérlet, abból az egyik a miénk, van egy ilyen Föld Observation, vagy Earth Observation, tehát földfigyelő kis kamera is, az is nagyon érdekes lesz. De hogy ez a műhold, ez tartja a helyzetét a Földhöz képest, hogy ez bukdácsol? Na, az is a kísérletnek a része, aha, hogy ez mennyire fog bukdácsolni. Most éppen, legjobb tudásunk szerint, forog, de lassan. Aha. Úgyhogy, teljesen véletlenszerűen néz a kamera valamilyen irányba. Igen, ezt igen, mondja, ugye? Tehát, ja, hogy miközben forog a tengelye körül. Igen. Most a néhány ez nem annyira biztos, hogy a hossztengelye körül forog, de lehet, hogy nem is. Amikor kilökték abból a bigyóból, akkor nem úgy lökték ki, hogy adtak neki egy perdületet? Nem. Nem. Az egy nagyon egyszerű szerkezet. A műholdnak a vázában vannak pici rugók. Aha. És hogy ezt kinyitják a felületet, a kicsi rugók, az azt mondjuk, bludj, és akkor az úgy kirepül. Csak de nem nagyon. Ja. Ilyenkor jönnek azok a dolgok, ilyenkor kerülnek elő, hogy basszus, ezt miért kell 100 milliméterre megcsinálni? Hát azért, mert hogy az egyik oldal kicsit jobban surlódik, mint a másik, akkor egyrészt benragadhat, de hogyha nem is rag benn, na akkor kezdi el így bukdácsoltani, de az általában nem jó. Kellemetlen. És egyébként fényképeket már mutattak erről a műholdról? Mint a népnek. Tehát a First Light-ja a vözöteluszat kettőnek. Az nem. Az folyamatban van. Azokat most tervezük letölteni. Hát most a tervezők itt a királyi többes, az megint egy kicsit túlzás, de mi is besegítünk nekik a vételben. Aha, földlakók. Ami egyébként egy nagyon megnyugtató dolog, hogy mi kis földi állomásocskánk, amit így viszonylag abszolút laikusként, hozzá nem értőnként így összecsavaroztunk még így tavaly nyáron, meg ősszel, az így valójában egész jól működik. És szerintem nem azért, mert értünk hozzá, hanem azért, mert jó helyre tettük. Ezt mesélted, hogy egyébként ez egy kicsit egyszerűbb eset, mert ott tényleg csak downlink van. Igen, ez egy vevőállomás. Igen, ez egy vevőállomás, mert ugye az adóvevőknél ott van egy olyan hátulütél dolog, hogy át kell kapcsolni adásról vételre, és ezt túl gyorsan csináljuk, akkor az adó az megsütheti a vevőt, meg ilyesmi, és azért az úgy nem annyira jó, hogyha mondjuk egy ilyen mikrohullámú sütő teljesítményével így vissza hatunk az egész elektronikára. Ugye olyasmi teljesítményeket kell elképzelni, mint amikor az ember a 220-ban nyúlna bele, csak nem 50 Hz-el ezek, hanem 430 MHz-el. Tehát azért ezek nagyon nagy teljesítményű adók. Igen. És hát azért vigyázni kell. De mivel mi nem adunk, meg nem is adhatunk, ezért ez valójában sokat egyszerűsít, így viszont jól tudunk venni, de nem azért, mert ügyesek vagyunk, hanem azért, mert jó helyre tettük, ahol kevés a mikrosütő, meg a kapunyító, meg ilyenek. Ügyesek is vagytok, hogy persze Piszkésteten is van mikrosütő, meg ilyenek. Az a hegy mögött van, aha, egy kőépületben, aha, úgyhogy az a hál' Istennek már nem mennek el a szeretett rezgések. De azt tudod, hogy volt ilyen pár évvel ezelőtt, amikor földönkívüli intelligencia jelének hitték azt a tényt, pont egy ausztráliai rádiócsillagászati obszervatóriumban, hogy néha voltak ilyen burstok, amiket teljesen megmagyarázhatatlanok voltak,
De aztán kiderült, hogy mindig akkor van, amikor egy adott ember dolgozik az intézetben, és kiderült, hogy neki volt egy olyan szokása, hogy már akkor kinyitotta a mikrosütőt, mielőtt lecsilingelt. Felmeregített a kaját, kinyitotta az ajtót, és akkor az ilyen spike-ot csinálta a rádiójelben, és akkor egy ideig gondolkozták, hogy ez most így a, hogy ez milyen szintű a Torino skálán, vagy mit tudom, milyen szeti üzen, hogy úristen, ez egy értelműen mesterséges eredetű jel volt, és tényleg. És tényleg a konyhából jött. Na jól van, hát nagyon, nagyon köszi az update-eket. 10 perc maradt az adásból, ez azt jelenti, hogy mindjárt azonnal bekapcsolom a telefonvonalakat, ez azt jelenti, hogy lehet hívni az adás telefonszámot, ami 215-37-73, közben meg én is beszéljek egy picit, reagálok az olvasói kérdésekre. Bódi Tamástól jött egy kérdés, hogy a Parker Solar Probe-ról beszélgessünk, amiről ugye ilyesmik láttak napvilágot még tavaly, hogy mit tudom én, megérintette a napot. Tehát a NASA PR-osai ezt sikerült kitalálni ők szegényeknek, úristen. Nyilván, hogyha azt mondták volna, hogy az alfvén sok felülete, vagy plazma hullám határfelületen belülre lépett egy űrszonda, akkor senki nem kattintott volna rá a hírre, de így, hogy megérintette a napot. Mindenesetre viszont tényleg bravúros, tehát ez egy olyan űrszonda, amit még ugye 2018-ban indítottak, és egyébként többszöri Vénusz melletti hintamanőverekkel sikerült lényegében annyira lelassítani, hogy olyan közel. Igen, mert ugye ez a trükkös ebben, hogy oda menj a naphoz, az több energia kell, mint hogy elhagyd a naprendszert. Igen. Tehát így azért van. Ez ki van találva. Bakul. Ez nagyon durva, nagyon durva. Tehát nem véletlenül kellett a Falcon Heavy-t leszámítva az Egyesült Államok legnagyobb rakétája, a Delta 4, hogy ezt az egyébként elég pici űrszondát oda eljuttassa. 7 hintamanőver volt a Vénusznál, amivel tovább lényegében növelték a pálya excentricitást, de abban az irányban, hogy ugye olyan pályát kell elképzelni, hogy a nap közelpontja körről körre egyre közelebb kerül a naphoz, majd a csúcs az 2024-ben éri el, az olyan 10 napsugárnyi lesz, azt hiszem, vagy ne, bocsánat, 5 napsugárnyi, de most kb. Már most kb. 10-valahány nap sugárnyira jár, ez mindjárt amikor közel van, de a pályának a teteje az meg fönt van a Vénusznál, és ez az érdekes, hogy ő ilyenkor be tud merülni a nap koronába. A nap korona az is több nap sugárnyira kilóg, hogyha valaki emlékszik 99-ből a teljes napfogyatkozásra, aki olyan öreg, mint mi, biztos emlékszik, hogy láttuk szabad szemünkkel a nap koronát, hogy a nap közepe ki volt takarva, de akkor még egy arasznyi távolságra, ugye ott az égen lehetett látni a napkoronát. Na ott járkál a Parker Solar Probe, oda bemerülve, és egyébként azt kell megfejteni lényegében, hogy az mitől olyan meleg. A napkorona 1 millió fokos nagyjából, miközben a napfelszín az 5-6 ezer fokos. Nyilván a napfelszín melegíti a napkoronát, na de ez hogy történik? Az egyik elmélet ugye erre, vagyis régebben az volt a fő jelölt, hogy azért, mert a napfelszín az hangos. Mert hogy ugye bugyborékol, rotyog a napfelszín, tényleg, ugye, tényleg úgy néz ki, megnézi az ember a napot, ott rotyog, mint a főznék a napot, ez ugye konvekció, tényleg ugyanaz, mint főzéskor. És akkor közben az akusztikai lökéshullámok, tehát lényegében a hang, táplálnak bele annyi energiát ebbe a ritka plazmába, hogy 1-2 millió fokra fel tudja melegíteni, de persze egyáltalán nem világos. Ez, hogy ez mitől van, ez pont annak a Parker nevű napfizikusnak a munkássága miatt vált egy érdekes és aktuális kérdési, akiről aztán elnevezték ezt az eszközt. Na most itt még annyi érdekesség azért mindenképpen van, hogy 1 millió fokos napkoronában hogy a túróban repül be egy űreszköz. És ugye hát ez... most, ha már beszélgettünk itt a Vözülúszatról, az is egy 2000-3000 fokos termoszférába kering. Ez az, ugye? Ezt kell megbeszélnünk, ez a fő feladat, hogy mi a különbség a hőmérséklet és a hő között. Hiszen igen, nagyon jó példa, úgyhogy mondjuk kell, hogy az, hogy mennyi a hőmérséklet, az lényegében azzal kapcsolatos, hogy a részecskék abban a közegben milyen gyorsan mozognak. Viszont, hogy alig van részecske, viszont, hát akkor... Igen, viszont mivel alig van részecske, ezért hiába magas a hőmérséklet, de a hő, amit ez át tud adni, az nem süti meg az űrszondát. Az nagyon kevés. Az nagyon kevés. Így van. Na már most mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Ja igen, hogy ennek ellenére azért a Parker Solar Probe azért annyira extrém környezetben mászkál, hogy bizony az van, hogy...
azért így is kell egy brutál nappajzs, ami ilyen szén-szén, karbonszálas, mit tudom én mi, erősítésű, brutális nagy fehér, természetesen, hogy végül vissza is veri a napfény, fehér négyzet, mögé van bebújva az egész űrszonda, tényleg mint egy pajzs mögé, de annyira, hogy még a napelemtáblák is így be vannak húzva, tehát a napelemtáblák sem a nap felé néznek, hanem igazából a szort, nem tudom, az oldalról jövő fény, mert tölti föl, mert egyébként azt se bírná, még ezt a hőt sem. Mert ugye itt oké, hőmérséklet magas, de azért ott már a hő is magas, ahol ez jár. Igen, mert ha megnézzük bármilyen fotót, bármilyen napelemről, azok valójában sötétek. Tehát ez persze. Tehát amit nem alakít áron, már a maradék 70% az fölmelegíti. Igen. Itt van még egy érdekesség, az, hogy mit kell túlélnie, és méghozzá az, hogy ennyire közel kerül a naphoz, azt jelenti, hogy iszonyat mennyiségű, nagy energiás részecskét kap. És hát ez egy külön probléma az összes űreszköznél az, hogy a naptól sokkal távolabb is túléljék ezeknek a részecskéknek a becsapódását, így az elektronikába, még mindenbe, detektorokba. Hát ez a Parker Solar probléma, ez egy nagyon kiemelt probléma volt ilyen közel kerülni. Hát igen. És túlélni, és az elektronikáknak, detektoroknak, stb. Túlélni. És ugye az űrszondát aktívan egy kicsit hasonlít a James Webbhez a problematika, csak sokkal közelebbről, hogy folyamatosan olyan irányba kell tartani az űreszközt, hogy a nappajzs az a nap felé nézzen, itt aztán meg főleg. És természetesen itt is az van, hogy mivel hogy 8 fénypercre jár a drágám, ezért aztán nyilván teljesen autonóm módon kell megoldani azt, hogy véletlenül se forduljon úgy, hogy a nap felé néz, mert azt mondta valamelyik okosanázából, hogy ha majd egyszer elfogy a helyzetstabilizáló üzemanyag, akkor frankon le fog égni az egész, és csak az a nappajzs marad meg belőle, és az a négyzet alakú nappajzs fogott örök mementóként keringeni ezen a lehetetlen pályán. De és akkor jönnek az UFO-k, akkor néznek, hogy ez meg mi ez. Na igen. Egyébként érdekes, hogy mit visz magával, hogy én erre már teljesen elfeledkeztem. Azt mondja, hogy ezen az űrszondán is rajta van a nevem. Ezt én most így rákerestem az e-mail fiókomban, hogy Parker Solar Probe, és milyen e-mailek jönnek ki, és én ezt már rég elfelejtettem, hogy 2018-ban erre az űrszondára is fel lehetett iratkozni. Tudjátok, az űrszondák mindig visznek magukkal ilyen kis mikrocsippeket, amin N darab földlakó neve van benne, vagy esetenként úgy, hogy ilyen elektronnyalábbal oda írják konkrétan ilyen pici kis szilíciumlapkákra a karaktereket, tehát ilyen nanobetűkkel. De hogy mondod, akkor olyan gérbiafár is föl kéne tölteni valamit, mert most nincs, de lehet. Na igen, például hát tudod jól, hogy mit kell oda feltölteni a szokolébresztő morze szignált. Igen, az is rajta lesz majd a listán, igen. Igen, szóval, és akkor volt ilyen kampány, hogy send your name to the sun. Most nézem, hogy elküldtük a nevünket a napba. De hát aztán halljuk, mi lesz abból a chipből is. Semmi, mindegy, teljesen elfüstölt plazmává válik az egész információ a nevünkkel együtt. Na jó, hát igen. Nem jönnek a betelefonálók, hogy rosszul kapcsoltam be a telefont, viszont az adásidőnek a vége felé közeledünk. Úgyhogy záró megjegyzésenként őrs, aki nem is mondtam egyébként, de talán triviális az ő esetében, hogy ő Heidelbergből jelentkezik be a Skype-ban, tehát ő még mindig itt van velünk. Valami záró megjegyzés az utolsó két percben? Inkább kérdeznék az Andrisról, mivel Andris ez a második kjubszatja, és hát hogy mi van a múlt évben fellőtt, indított BRB-alfával. Az is megvan, köszöni szépen, és jól, és mennek a mérések, és minden szuper. Egyetlen apró nehézség van éppen, mármint a szokásosokon felül, az, hogy pont ugyanakkor jön mostanában, mint amikor a vözölőúszat 2. Olyaj, és hogyha hogyha egy vevőnk van, akkor kicsit úgy nehéz, hogy más frekvencia, más, hogy mozog az egyik balról, jobbra, vagy délről éjszakra, másik éjszakról délre megy, de majd szét fognak csúszni a pályák, remélhetőleg mondjuk 2 nap múlva, hogy aztán majd 2 hét múlva megint összeérjenek. Szóval ki van ezt találva? Hál' Istennek az esti móka az egy fokkal egyszerűbb. Úgyhogy most ilyeneken agyalunk, úgyhogy tegnap esti buli is az volt, hogy hát így, na most akkor hogyan ütemezzük a méréseket, mert ugye a commissioning az ugye zajlik a vözölőszatketőn, tehát kéne adat onnan,
a GRB alfát meg csak úgy simán kéne használni, és akkor hát, na jó, most akkor a commissioning egy kicsit fontosabb. És a GRB alfa hány gamma felvillanás detektálásánál tart? Most eddig 5. Na, most eddig 5, úgyhogy most majd ott nagy is valószínűleg a két projektet össze fogjuk vonni olyan szempontból, hogy majd kap mindegyik egy-egy újabb firmware-t, amivel majd még hatékonyabban tudunk majd. Igen, mert ez a nagy újítás, hogy útközben tudjátok update-elni a szoftvert. Ez egyébként a vezetőluszat 2-re is érvényes? Igen, ez arra is érvényes, viszont annak már vannak más komponensei, ahol már a csesrácok is megcsinálták ezt, hogy lehessen frissíteni. Úgyhogy alakulunk. Na, hát ez kitűnő. Tehát, hogy roham léptekkel zajlik itt a Kozmosz meghódítása. Hát legalábbis a közel a Kozmosz, vagy hogy hívják. Hát mi? De hát ne viccelj, ott van ugye, őrség ott vannak 1,5 millió kilométerre. A James Webb-el, a Parker Solar Probe megérinti a napot, jaj, de annyira utálom ezt, ez hihetetlen, nem baj. De viszont tényleg nagyon érdekes kutatásokat végez. Egy mondatot így a végére. Na, mondja. Ja, nem sokára lesz egy a elnézést. Na, programajánlót akarsz mondani, így van. Igen. Mondjad. Space február 17-én csütörtökön 20 órától lesz egy olyan műsorunk, ahol élőben lehet majd kérdezni a James Webb-ből tőlem. Őket elérhetitek a spacejunkie.hu-n, és a YouTube-on is, és a Facebookon is. Ugye Woody Allen-t parafrazeálva, ugye minden, amit tudni akartál a James Webb űrtávcsőről, de soha nem sem merted megkérdezni. Majdnem minden. Ja, persze, mert ugye tudjuk, van olyan, amiről nem beszélhetsz. Na, de a lényeg az, hogy tessék akkor oda kattintani, a Space Junkie eleve nagyon a javallott dolog, információforrásnak, hát még amikor őrs élőben válaszol a kérdésekre, úgyhogy oda is tessék feliratkozni. Ja, és ha már promózunk, akkor meg persze minden szokolébresztő adást és egyéb podcastot, amit meg mi csinálunk, az meg a parallaxis.emtv.hu-n érhető el, ahol persze ez a szokolébresztő adás is, meg a korábbiak is visszahallgathatók lesznek, és persze hozzá is lehet olvasni mindenféle kis kísérő információt. Ellenben az adás véget ért. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, velünk volt Detrevős Hunor, Szalai Tamás, Pál András és jó magam Vince Miklós és Dr. MZ per X. Mindenkinek jó reggelt és jó hetet kívánok. Sziasztok! 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 Hamarosan jön a következő rész.